Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband végigjátszásomat Rodok módra. És mit maradt abba, ugye, hogy foglaltam el területet, mint például Shunnót ugye a vejgyirektől, és indítottam ugye egy támadás már Sargot ellen, és ugye szeretnék még egy támadást indítani, és van esély rá, hogy meg lesz a város, mert igazából Sargot ott nem annyira nehéz elfoglalni. Jó, mert ugye foglaltam területet az előző részben a Nordoktól, és ugyanúgy a Veigérektől is. Lassan, de ugye le fogom győzni őket. Igazából mindenki ide. Igen, ugye a Sargotba be lehet jönni, mert a védők valamiért ugye ott hátul védekeznek. Oké, most ugye nagyon jó, mert a mesterlövészek hátba lövik őket. Ugye az előző részben, amikor elsőre sikerült bejutnom, akkor mire bejöttek az íjászaim, a strázsamesterek már le voltak győzve, így a gyalogság ugye az íjászaimat nézte, de most mivel a strázsamesterek még itt vannak, így háttal állnak az íjászoknak. És ez ugye nagyon látszik. Mi ezeket csinálnak, be vannak ide szorulva. Kicsit beblokkolta egyik a másikat. Oké, sok védő igazából nincsen. Ha nem sebesítenek le, akkor ez meg lesz. És ugye kapok egy csomó hírnevet.
Igen, ez most már meg lesz. Sargottot ugye így a legkönnyebb elfoglalni, mert könnyedén be lehet jutni. És az utolsó kettőt én vágtam le. Oké, van esetleg Rodok fogoly? Van némi Rodok. Oké, ami még ugye nehéz lesz, az Tír városa. Ám bár azt hiszem, hogy Tír városa is hasonló felépítéssel rendelkezik. Oké, ezt a két nemes le kell győzzem. Mindig ugye azt csinálja az éjjel, hogyha közelben van néhány nemes, és elveszítenek egy várost, akkor ugye egyből megtámadják. Kíváncsi vagyok, hogy hol van Ragnar király. Mert ugye jó lenne legyőzni őt. Szerintem egy olyan 400 embere már van. Oké, ez egész jó volt. Oké, le kell ugye győzni Gástya bolyárt is, vagy Jarl. És utána pedig ugye irány Halmar, kell erősítés, és Tír városát kell támadjam. Nincs valami jobb csatatér, ez annyira nem tetszik. Oké, talán ez. Thank you.
bátran harcolt szóval elmehet. Jó, irány akkor Drihim először. Nordok ugye, várjunk, Nordok nagyon békét akarnak, előbb kéne építkezni valójában. És csak utána irány vissza Halmar. Oké, okay, irány ugye Drihim. Gond az, hogy nincs váltságdialkuszó. Ah, te jó ég, még itt sincs. Jó, és irány akkor... Igazából megtámadhatnám Kurin várát, és utána Tír városát. Ugye vegyem sorba a területeket. Ja, talán az úgy jobb lesz. Ambeánba szintén be kéne nézzek. Plusz el kéne adjam izét a foglyokat. Benézek Sunnóba. Ám bár most már tényleg úgy vagyok vele, hogy többet nem veszek fel foglyokat. Megnézem, hogy mennyi a védő Tír városában. Oké, okay, amúgy itt van Ragnar király, 548 katonával. A városban van 192 huskál és 173 veterán nordiász, ami ugye biztos, hogy a városi őrség. A többi az ugye a lordoké, meg Ragnar királyi. Na mindegy. Nekem kell Kurin vára, ahol van 163 védő, 56 veterán nordiász, 2 nord veterán és 105 huskarl. Ostromtornyos? Lehet, hogy meg lesz elsőre amúgy, van rá esély. Oké. Okay. Mesterlövészek előre. Van nálad valami, ami az enyém, sárgot. Vissza fogod adni, gondoskodom róla. Hát, az biztos nem. Ebben a faluban nem jó harcolni. Thank you.
Oké, okay, az első rohamot megnyerjük. Hű, ez nagyon jó volt amúgy. Az igen. Rendesen lemészároltuk őket. Oké, okay, mindössze 25 hírnevet adott a játék. 87 a 228 ellen. Fenébe! Oké, okay, azt hiszem, hogy ezzel Ragnar királynak vége. Egy rövid időre. Há, mondjuk igazából egy hosszabb időre. Oké, okay, most ugye elbújok, mert nem akarom, hogy ugyanaz történjen. Ugyanaz történjen ugye, mint mikor Jarogle király ellen harcoltam, hogy az utolsó néhány íjászból az egyik kilő. Az nagyon rossz volt. Oké, okay, győztünk. Oh, wow. Tökéletes. Ám bár csak 8 hírnevet kaptam, de a lényeg, hogy győztünk. 1563 hírnév. Oké, okay, irány vissza Halmar, mert kell erősítés. De ez ugye nagyon-nagyon jó volt, és akkor most el tudom foglalni könnyedén, ugye izét, óvárjunk. Az menekül előlem. Mindegy. El tudom foglalni ugye Kurin várát majd. Lehet, hogy az is meg lesz elsőre, ami nagyon jó lenne. Közeledek ugye az 1600 hírnévhez. Oké, okay, nézzünk be megint Trihimbe. Kéne ugye venni valami változatosabb kaját. Ó, 1556 lett a hírnevem. Ó, wow. Igen, ugye, csökken folyamatosan, csökken. Ez a legrosszabb a játékban, hogy igazából elég gyorsan csökken a hírnév.
Az ugye, hogy minden második vagy harmadik nap csökken a hírnév, az elég sok, elég gyors, ugye. Még hogyha hetente csökkenne, ugye, az oké is, de az, hogy már 2-3 nap után, az nagyon durva. Oké, amúgy ezt nagyon jó lenne megnyerni elsőre, mert ugye kapnék egy olyan 20 hírnevet. Ugye a játék azt írta, hogy 24, de annyit sosem ad. Sose ugye annyit ad, amennyit a csata elején mutat. Vagyis legtöbb esetben. Atya úristen, pont eltalált. Oké, bár 44 védőnek már vége. Oké, most már 45. Hogy az a... Hullanak a strázsamesterek. Ambar a Nord huskárlok is. Thank you.
Ujjjjj. Ó! Oh! Az ellenség az kitámad. Bakker! A francba! Segítsetek! Oké, 17-en vagyunk, 11 ellen, már csak 10 ellen. Hí, bakker, nem gondoltam volna, hogy kitámadnak. Oké, egyetlen emberük maradt, aki ott van fent, egy Nord Huskarl. Azta, az a kitámadás az egy kicsit meglepett. Oké, okay, győztünk. Oh, wow. Nagyon jó volt. Oké, okay, 17 hírnevet kaptam. Oh, 68 Huskarl. Jézus Mária. Oké, okay, benézek Sargodba. Támadják Jelbegit. Oké, okay, irányi a Jelbegihez. Nem hiszem, hogy sokan legyenek. Segítsek ugye a falusiakon. Következő, amit el kell foglalnom, az ugye Tír városa. Oké, okay, ez ugye egy nagyon gyenge sereg. Mondjuk van néhány veterán számszerijász.
Oké, ugye hárman, ha minden igaz, el tudnak menekülni. És itt fekszik ugye a Lord. Ó, te jó ég! Valójában én használhatok... Mi ez? Mi a fene ez? Valójában én használhatok... páncélkesztyűt, nem csak izét. Ilyen lánckesztyűt. Mert ugye... Van olyan Rodok Lord, aki használ ugye ilyen páncélkesztyűt. Szóval, ha úgy vesszük, akkor nekem nem a legjobb felszerelésem van. Vagyis ilyen vastag kesztyű, ugye? Hát mondjuk most már mindegy igazából. Rendben. A következő ugye, amit el kell majd foglaljak, az Tír városa lesz. Nordok ugye békét akarnak, de hát azt nem fogadom el. Nagyon békét akarnak amúgy. ...1573 hírnév. Itt van Ragnar király és Tarkias Jarl, plusz ugye a 344... városi őr. Ez nagyjából ugyanaz, mint Sargot. Az megállt a levegőben. Oké, igazából én visszavonulnék, miután elérik azt ugye, hogy 100 embert elveszítettek. Mert ugye most bemenni igazából nincs értelme. Mert ugye be tudnék menni, csak annyi az egész, hogy az íjászoknak már nem igazán van lőszere. És az ugye nem jó.
Oké, nagyjából jók vagyunk. 280 városvédő maradt. Ú, Jeremus lesebesült. Oké, kell várjak legalább másfél napot, nagyjából. Igen, még ugye várakozok egész holnapig. Nagyjából mindenki meg van gyógyulva. Oké, a gond az, hogy még mindig van egy csomó íjász. Jó ég szerelmére. Milyen kedvesek amúgy a védők, hogy beengednek. Oké, az erősítésem az nagyon kevés. Kizár dolog, hogy meg lesz.
Ja, még van 111 védő. Fenébe. Oké, amúgy igazából nagyon jó volt. Jézus Mária, még mindig rengetegen vannak. Még van 155 húskarl, te jó ég. Oké, irány sargot és meg kell gyógyulni. Ajajaj, van lovagi torna. Annyi az egész, nagyon kevés az életerő. Igen. Pont beleszaladtam. Oké. Tír városában még mindig rengetegen vannak. Oké, amúgy igazából ostrom alatt kéne tartsam, hogy ne tudjanak katonákat gyűjteni. Mert ugye, hogyha nincs ostrom alatt, akkor a király, már mi nem csak a király, hanem ugye bent lévő lordok, azok tudnak katonákat gyűjteni. De hogyha ostrom alatt van, akkor nem. Várjunk, mennyi 54 strázsamester, 43 mesterlövész? Oké. Annyira nem vészes amúgy, mert ugye Tírvárosa ugyanolyan rosszul működik ugye, mint Sargot, hogy beengednek a védők ugye, és akkor lehet lőni őket. Oké, igazából holnap mehet a támadás. Nem hiszem, hogy meg lesz amúgy a város, de utána még egy támadást indítok, és szerintem meg lesz. Hé, hey, ti miért vagytok itt?
Mi a fene? Olyakat... Hogy ér el amúgy? Én nem érem el, és ő elér engem. Mondjuk igazából olyankor ő mindig lép egyet előre is azért. What? Mi a... Oké, az csúnya volt. Jeremus megint lesebesült. Nagyon kevés emberem van már. Még az is meg lehet, hogy nincs elegendő emberem, hogy elfoglaljam ezt a várost. És lehet vissza kell menjek Halmarba, hogy hozzak némi erősítést. Oké, bár meg kéne várjam még ugye mindenki meggyógyul. Szóval holnap mehet a támadás. Várjunk Tírvárosa, után még marad ugye Hruszvára és Kalbekvára. És a Nordoknak ugye vége. Mindössze 35 strázsamesterem van és 40 mesterlövészem. Ám bár, hogy őszint legyek, nem akarok visszavonulni, hogy elmenjek Halmarba, utána jöjjek vissza. Ó, hogy az a... Már megint. Már nem megint, hanem ugye pont leestem. Ezért jók ugye a rodok mesterlövészek, mert nekik is ugye nagy, szinte ugyanolyan felszerelésük van, mint a strázsamestereknek. Yeah!
Oké, okay, 22 védő maradt. És győztünk. Oké, okay, ez nagyon jó volt. A királyt azt foggyulejtem. Értem, még ugye kaphatok egy csomó pénzt. Nem mintha lenne rá szükség, de egyefene. Rendben. Vajon jön ide egy nemes, hogy megtámadja? Nem hiszem. Ugye a várost. Oké, okay, irány Halmar. Plusz ugye, mivel nálam a király, így minél később lesz szabad, annál, opa, annál később kezdi el ugye gyűjteni a katonákat. Ami ugye nekem csak jó. Oké, okay, győztünk. Nem gondoltam volna, hogy megtámad, de így is jó valójában. Jó, várjunk, kéne vegyek némi extra élelmet. Amúgy 149 katonát tudok irányítani már, és 1586 hírnév van már. Oké, okay, irány Tírvárosa, utána pedig Hruszvára. Ámbar arra gondoltam, hogy zárom a videót. Következő részben pedig szerintem el tudom foglalni az utolsó két Nord területet, és utána pedig ugye nekiesek a izéknek. A vejgíreknek. Igazából a vejgíreket szerintem egy olyan három rész alatt le is tudom győzni. Szóval meg lehet, hogy még lesz négy rész, és nagyjából annyi. Létrejön ugye Kárádiában egy igazi Rodok királyság. Oké, okay, 156 védő van, 77 veterán Nordiász, 1 Nord veterán és 78 Nord Huskarl. Ostromtornyos amúgy. Na jó, ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!